Több lehetőség is van. Az egyik, hogy megérkezel a weboldalunkra és leadod, hogy te pontosan mire szeretnél egy ajánlatot kérni, vagy megérkezel hozzánk az irodába, mi ezt szeretjük a legjobban, meg hogy tényleg személyre szabottan el tudjuk beszélni, hogy mire van neked szükséged. Ezen adatok alapján elkészítjük a műszakjavaslatot, és ezt követően tudjuk tovább irányítani dolgokat, hogy melyik szakembered, melyik kiviteleződ, mikor, hogyan tud becsatlakozni, vagy éppen hogy kell előkészítenie. Az biztos, hogy nekünk a kivitelezésünk az egy nap alatt meg szokott történni. Tehát 99%-ban a munkatársaink mennek reggel, és délután egy kész fűtésrendszert tudnak átadni. Viszont az a számolni kell, hogy közel egy hónap jelenleg az, amikor munkát tudunk vállalni. Tehát az építőiparban sajnos hál' Isten nagyon sok a kivitelezés, és folyamatosan dolgozunk. Ahhoz, hogy az ügyfél velünk tudjon tervezni, célsz, hogyha minél előbb eldönt, hogy igen, ő neki ez szükséges, és szeretné ezt a fűtésrendszert. Mert így tud tényleg ő is felkészülni arra, hogy minden úgy legyen előkészítve, hogy neki legjobb. Nem ritka az eset, hogy az ügyfél még nincs is tervrajza, de már megrend a fűtésrendszert, mert annyira szimpatikus neki. Tehát ebben a folyamatban végig tudjuk kísérni az egész folyamatba. Képzeld el a szituációt, hogyha mondjuk kész van már egy tervrajz, a tervezője mondjuk egy más típusú fűtésrendszer tervezett be neki, legyen az egy hőszivattyú. Nagyon sok esetben 5-6 négyzetméter alapterület külön van egy gépészeti helyiségnek, ami jelen esetben most ott van kihasználatlanul, semmire nem tudja használni. De már tervezési fázisban tudunk kapcsolatba kerülni tervezővel azt a méretet, alapterületet, vagy szépen becsoportosítja egy nagyon hasznos más helyiségben, vagy eleve nem kell megépíteni. Most csak képzeld el azt is, hogy egy négyzetméter, amikor építkeznek, simán visszaosztva kijött 500 000 forintra. Most az a 5 négyzetméter is 3 000 000 forint, amit úgy kidob az ablakon, hogy semmi értelme nincsen. Tehát ez egy nagyon ideális állapot, hogy a legelejétől kezdve már velünk kapcsolatba kerülsz. De előfordul az a szituáció, hogy mondjuk szeretné felújítani, tönkre megy a gázkazánod, le kell cserélni a fűtésrendszert, kémint kellene bélelni, azon a költségen effektíve be tudod építeni mi fűtésrendszerünket. Ez megint egy másik szituáció, mert ha most találod ki, akkor aránylag a következő 1-2 hónapban szeretnéd ezt megvalósítani. Ez ugyanúgy teljesen rendben tud lenni, mert elkészítjük a műszakjavaslatot, és a lehető leggyorsabban kimegyünk és ezt telepítjük neked. Itt akkor megint más az előkészítő folyamatok, máshogy kell számítani az érkezésünkre. De az is előfordul, ha most szólsz nekünk, tél van, megfagytok, van egy kisgyerek a családban, természetesen mi is priorizáljuk, hogy tudjunk segíteni annak, akinek igazán szüksége van, akkor egyeztetünk a többi ügyféllel, hogy mi lenne, ha egy kicsit csúsztatnánk a kivitelezést, mert van sajnos egy nagyon sürgős szituáció, amit szeretnénk megoldani. Tehát nagyon probléma megoldóak vagyunk.